És Lakta Margitról az jut eszembe, eszembe elsősorban, hogy körülbelül 100 éve volt, amikor elkezdte ő ezt a harcát a nők választójogáért. Egyáltalán, hogy a nők a társadalomnak ne csak mint asszonyok, mosónők és anyukák legyenek a részei, és hogy milyen rettenetesen keveset haladtunk 100 év alatt. Fú. Tehát, hogyha megnézzük, hogy milyen pirinyót veszünk részt a közéletben, a törvényhozásban pedig egyre kevésbé, hát nagyon szomorú lenne ő, szerintem. Minden ember Isten gyermeke. Tehát igazságtalanul és kegyetlenül senkivel sem lehet bánni. Mi lesz velünk, ha az ország lecsúszik a jogelvek alapjáról? És mind mélyebben és mélyebben csúszik a demoralizációba, a csendes anarhiába. Ez egy részlet Lakta Margit leveléből, amit Horthy Miklósnihoz írt 1941. augusztusában. Csodálatos történetek, szerintem a Krisztián azt is nagyon jól csípte el, nem csak ebben a könyvben, az előzőekben is, hogy picike időnk van olvasni. Ugye ezek mindig dokumentumok, de mégiscsak az ő szűrőjén keresztül, és ő rendkívül elegánsan, és bizonyos szempontból hűvösen fogalmaz. Nem üvölti át a történeteken a véleményét, ez nagyon nagy vonalú dolog. És mégis magam is elegánsabb és nemesebb leszek a végére. És a mostani könyv, a hősökről, az pedig nagyon jókor jön szerintem. Főleg azért, mert egy végzetes önbizalom hiányba zuhant országban vagyunk. Ezek a történetek pedig bátorságot adnak szerintem, hogy érdemes kihúzni a gerincünket. És hogy igenis van olyan, hogy valaki nem adja fel az álmait.